Fehér Atellának hívnak, 22 éve foglalkozunk gyümölcstermeléssel, nagyon sok kihívásban, fagyban, bajban volt részünk, úgy gondoljuk és úgy érezzük, hogy az idei évben találtuk meg azt a megoldást, hogy ez a óriási egy fagykáraktóval milyen szinten megszabaduljunk. Matul Árpád vagyok, 2002-ben telepítettük ezt az ültetvényt, amit itt láttok. Ez 3 hektár Elena Presenta, mellette van még 2 hektár top, így összesen 5 hektár szilván van. Ez egy biztos is egy jó megoldást ad. Ugyan a technológiába kell iktatni, mint hogy virágzáskor megyünk 2-3 felszívódó blokkal, tehát a molyok elleni védekezés, ez most kezdődik azzal, hogy tavaszi virágvédelem, kémészerek, után pedig fagyvédelem. De ez már teljesen a technológia része kell, hogy legyen. Kerekes Péter vagyok, Kiszomboron vagyunk, és 8 évet foglalkozom gyümölcstermesztéssel. Ezen belül sárga barack és szilvát termelünk, 6 hektáron. Faggyal az elmúlt év végéig nagyon sok problémánk volt, az elmúlt években ezek az ültetvények mindegyike legalább 60-80%-os farkát szenvedett. Az idei év rendhagyó, ilyen tekintetben, hogy most, ahogy látszik is, hát rendesen van gyümölcs. És erre a megoldást, ez az FRGO légkeverőgép, amit már az idén használtunk. Láttuk az interneten ezt a gépet, amit mi vásároltunk, és hát első ilyen szkeptikusok voltunk ebben a témában, nem nagyon hittünk benne, de megmondom őszintén, időre megérkezett a gépünk, elkezdtünk vele dolgozni, 3 éjszakán keresztül éjjel-nappal mentek a srácok, a kollégáim, meg tudjuk ezt oldani, és ilyenre sikeredett, amilyen most látjuk. Ilyen lett az ültetvény. 2022-ben géppályázatra meg is vásároltam ezt a berendezést, amit most idén tavaszon ki is próbáltunk, illetve eredményesen védekeztünk. Ez a géppályázatot társult egy METOSZ meteorológiai állomás is, úgyhogy erre alapozva készültem föl, kémiai szerekkel előtte kondicionáljuk a növényt és a virágzatot, de még valami plusz rásegítést kell, mert ha egy-két éjszaka elfagyunk, akkor ugye egy egész évre rányom a bélyegét, és nagyon komoly anyagi hátrány szenved az ember. Beadtunk egy pályázatot, erre meg is nyertük, és e kapcsán tudtuk megvásárolni ezt a légkeverőgépet. Látványos eredménye van mindenképpen ennek, az elmúlt évhez képest durván 4-5-ször annyi barackunk termett ezen az ültetvényen is, mint az azt megelőző időszakban. Súnyi módon egy nap betört ide hozzánk, amire nem számítottunk, és nem jelezte az időjárás jelentést, tehát az egy kicsikét az nem igazán jól sikerült. Utána, amikor egyértelműen jelezték előre időjárás jelentésbe, hogy lesz fagy, akkor indultunk neki a védekezésnek. Mi nyugtó előtt egy olyan órával kezdtünk el védekezni, elindultak a kollégáim, és gyakorlatilag egész éjszaka mentek. Tehát ez azt jelentette, hogy 6 órás váltásban mentek a fiúk, és mentünk, tehát azon voltunk, hogy mozgassuk a levegőt. Sajnos ez egy olyan terület, hogy például jobb oldalunkon, itt mínusz 4,6 fokot mértünk. Ahogy jöttek befelé, melegebb volt. És ahogy mozgattuk a levegőt, tehát látszik azt, hogy a külső része kicsit jobban megfogta a hideg, de ahogy mozgattuk a levegőt, itt egyértelműen látszott, hogy a fagyot megtudtuk, tehát 3 fokot, 3,5 fokot tudtunk pozitívba csalni. 2 nap volt egymás után, amikor ilyen nagyon komoly hideg volt, és ami nagyon érdekes, hogy szállított fagy volt. Szóval nem is kisugárzott, hogy szállított fagy volt, és a talajszinten mínusz 4, mínusz 5,5-öt is mértünk, és a leszívott levegő az egy mínusz másfél, mínusz 2 fokos volt, szóval nem plusz szívtunk le, de ennek ellenére teljes sikert értünk el, az abból látni, hogy nagyon egyszerűen megnézzük a virágot, 100 virágot leszettünk, elszórtan a fának felső, középső, alsó részéből, és azt lehet mondani, hogy 1-2% fekete bibe volt. Vagyis gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a védekezési móddal 100%-os sikert értem el a fagyvédelembe. Az ültetvényben folyamatosan mozgatni kell ezt a berendezést egészen a fagyok elmúltáig. Tehát az este 6-7 órától reggel
7-8 óráig, ez egy 10-12-14 órás időszak, amikor a gépet használtuk. Picit szerelem ez a gyümölcstermesztés. Én azt gondolom, hogy sikeres abban lehet az ember, amit szeretettel csinál. És itt természetesen nagyon fontos az anyagi bevétel is, de a legfőképp a kertésztársaknál azt látom, hogy az indítatás az, hogy szép legyen a termés, hogy a vevők meg legyenek elégedve, hogy maga a gyümölcs kertészet az úgy üzemeljen, ahogy mi megálmodtuk. Ez itt a hajtómotor, és innentől kezdve, ami hobbi, az nem munka. Így szívvel, lélekkel csináltuk. Egy másik földön, én személy szerint egy másik földön védekeztem szintén cseresznyébe, füstöléses, hagyományos régi technikával, hát sajnos 20%-os eredményt értem el. Tehát a kettő között óriási különbség, és ez a területünk, ez mindig fagyosabb. Tehát amikor a másik területünk nem szokott megfagyni, ez akkor is megfagy. Tehát egyértelműen látszott az, hogy ezt kell elsősorban védenünk, és ez most idejében ez be is jött, hála Istennek. Tehát óriási szerencsénk volt ilyen tekintetben. Két traktorral kétféle védekezést hajtottunk végre itt a lékeverés, és ott pedig egy hagyományos, sima, permetezős, vizes megoldás, hát az nem volt hatékony. Azt lehetett látni, gyakorlatilag az a 40-45% virág, ami virágban volt, a sikerült teljesen megfagyasztanom. Ennek sajnos megvan az eredménye, mert ott egy szűk 40%-os termés van, itt meg azt lehet mondani, hogy 85-100% között van fánként változóan. Inkább azt látom megoldásnak, hogy még egy ilyen lékeveréses géppel kell beállni, és két géppel védekezni. Ez egy biztos is egy jó megoldást ad. Azt látni, hogy a top az virágzó állomány szerint az ismét egy közel 100%-os termést ad. Ezek a top ültetvények nekem ezek közel 40 tonnát tudnak hektáronként. Most a 20 tonna lesz rajta örülök, vagy az alatt, és ha már ezt a kieső értéket számolom, akkor az már gyakorlatilag majdnem egy több mint egy 3 gép árát is most sikerült lefagyasztanom azon az egy éjszakán. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ha most akár csak kölcsönben lett volna még egy másik, akkor már egy gép ára szinte megvan. Vagy ha hozzáveszük azt, hogy ez az ültetvény, ez a 22 éves ültetvény, ez is még mindig 30 tonna fölött tud hektáronként, ami most rajta is van, míg szembe egy fél termés 16-18 tonnával, akkor már gyakorlatilag ebbe az évben megjön az ára. Egy vagy max. Két év alatt megjön. És azt lehet a tapasztalatok alapján mondani, hogy szinte minden évben kell már számolni faggyal. Az mindig kérdés, hogy most ez 2-3 nap, 1-2 nap, mínusz 2-3 fok, vagy mínusz 5-6-8 fok. Gyakorlatilag mi pályáztunk erre a gépre, ezt a pályázatot megnyertük, sikeresek voltunk. Azért volt a pályázathoz egy 8-as pályázat, ez pluszba kellett még hozzátennünk pénzeket. Tehát mi úgy számoljuk ki, hogy ha most, tehát ha normális körülmények között el tudjuk adni a cseresznyét, akkor a gépárának gyakorlatilag a 75%-et visszakapjuk, még a pályázat gépárának is visszakapjuk. Tehát ez innentől kezdve nyereség. Tehát ez a gép nem egy évre vásároltuk, nem is egy szezonra. Én bízunk benne, hogy ez a gép sokszorosan vissza fogja nekünk még hozni az árát, mert volt értelme. Költség ugye itt leginkább az üzemanyagköltség, hiszen a család maga használja ezt a gépet. Itt ez éjszakánként ez a 60-80 liternyi gázolajnak az ára, és én azt gondolom, hogy ennél olcsóbb védekezési mód nincsen, végignézve a palettát, hogy mégis milyen lehetőségünk van a védekezésre. Siker tekintetében megmondhatom, hogy a messze viszi a pálmát. Én úgy gondolom, hogy ha támogatás nélkül is gondolkozunk, egy másfél hektáros ültetvény megvédésénél az első évben megtérül ennek az ára. Az is tetszett, hogy ez a megoldás nekem mobil, hogy ha kell, akkor itt védekezek, ha kell mondjuk a megybe, vagy éppen a bodzába, úgyhogy nekem ez egy kézenfekvő megoldásnak tűnt. A fogyasztás az úgy jött ki, hogy óránként 10 liter gázolaj védekezésben, ez a magas fordulaton. Másfél-két tankkal végvittünk egy egész időszakot. Ha minden költséget összeszámolok, munkabéreket, egyebeket, erre a területre levetítve, én úgy gondolom, hogy 200.000 forinton belül megálltunk a költségekkel. Három összköltséget, a munkabér, a társadalombiztosítás, a gázolaj költség, még a kávék is benne, amit kihoztam a fiúknak. Tehát ennyiből kijöttünk, ami szerintem nagyon jó. Szkeptikus vagyok az ilyen csodadók kapcsolatosan, de ez úgy néz ki, hogy bejött. Tehát ezt mi elismerjük, hogy ez a gép ez dolog bejött nekünk, ez egy pozitív dolog. De hát látni lehet a fákon.